A fiatal életek védelme talán az egyik legfontosabb feladat lehet, vagy lehetne mindannyiunk számára. Ma már szerencsére nem vagyunk abban a helyzetben, hogyha egy csecsemő idő előtt jön világra, akkor csak a jó szerencsében, vagy Isten segítségében bízhatunk. Az viszont szerencse, hogy léteznek olyan alapítványok, olyan szervezetek, amelyek igyekeznek kézzelfogható segítséget nyújtani a koraszülötteknek, illetve mindazoknak az intézményeknek, akik koraszülöttekkel foglalkoznak. A stúdióban az Inkubátor koraszülött gyermekekért alapítvány sajtóreferense Faragó Judit, kezét csókolom, illetve dr. Ertl Tibor egyetemi docens és dr. Adamovics Károly adjunktus, akik a gyermekgyógyászati intézményeket fogják majd képviselni ebben a rövid kis beszélgetésben. Ez az alapítvány egy kiemelkedően közhasznú fokozatú szervezet, tulajdonképpen mit kell ez alatt érteni? Ez azt jelenti, hogy csak olyan civil szervezetek kaphatják meg a kiemelkedően közhasznúságot, akik vagy állami, vagy önkormányzati feladatot látnak el, mi az előbbibe tartozunk. Gyakorlatilag jogilag is elismerés nyert, hogy állami feladatot látunk el. A támogatóink számára pedig azért előnyös, mert így az adóalapjuknak a 150%-át, tehát a támogatás összegének a 150%-át írhatják le az adóalapjukból. Ez azért egy meglehetősen rendkívül érdekes helyzet, hogy egy alapítvány, tehát egy társadalmi szervezet állami feladatot lát el, erre majd később visszatérünk, hiszen ezelőtt a beszélgetés előtt ez már szóba is került. Csak közadakozás útján gyűjtenek pénzt, vagy esetleg meg is pályáznak? Közadakozás útján is, és pályázatokat is írunk folyamatosan. Uraim, valóban ennyire szorult helyzetben van az egészségügynek ez a része is, hogy gyakorlatilag állami feladatokat társadalmi szervezeteknek kell átvállalniok? Igen, én azt hiszem, hogy az egészségügynek ez a része is. A koraszülött, beteg újszülöttek ellátását végző osztályok, egységek is ilyen szorult helyzetben van. Ez egy olyan folyamat, ami mostanra kezd kicsúcsosodni, vagy egy nemrég előállt állapot? Mindig így volt ez, hogy a koraszülöttekről való gondoskodásnak nem volt igazán gazdája? A koraszülöttekről való gondoskodás lényegében az úgynevezett perinatális intenzív centrumok hálózatán keresztül történik. Több mint 20 ilyen centrum van már Magyarországon, és korábban az Egészségügyi Minisztérium hozta ezt létre 1978-ban, és az Egészségügyi Minisztérium támogatásban is részesítette, gyógyszertámogatásban, illetőleg készülékek beszerzésében is. Ez a támogatási rendszer körülbelül 2 évvel ezelőtt megszűnt. Orvos értelemben ki számít koraszülöttnek? Nyilván itt bizonyos fokozatok vannak a veszélyeztetettség mértékében. Orvosi értelemben, aki a betöltött 37. gesztációs hét előtt születik, koraszülöttnek számít. Egy másik régebbi terminológia is ismeretes, nevezetesen a 2500 gram alatti újszülötteket nevezzük még koraszülötteknek, azonban nekik egyharmaduk valójában nem koraszülött, hanem még gyengébben táplált méhen belül sorvadt újszülött. Az még számomra, laikus számára is eléggé nyilvánvaló, hogy ez a tevékenység meglehetősen komoly műszerezettséget igényel. Milyen technikai feltételei vannak egyáltalán annak, hogy egy koraszülöttet megfelelően lássanak el, és ezek a műszerek akár megvásárlás, akár a fenntartás szempontjából mennyibe kerülnek? Ezek nagyon drága műszerek? Ezek nagyon drága műszerek. Ezek, tehát az ellátáshoz egyrészt kell egy technikai háttér, aminek a fő elemei a lélegeztetőgépek, infúziós pumpák, betegőrző monitorok, inkubátorok és egyéb ilyen jellegű műszerek. A másik része pedig a személyi feltételek, ami hát most itt nem kerül kidomborításra, de legalább ilyen fontosak, hogy megfelelő számú és megfelelő képzettségű nővér és orvos álljon rendelkezésre. Judit, mik az eddigi eredmények? Hány esetben és milyen összegben tudtak segíteni, és hol? Mivel 2 hetente tartunk műszerátadásokat, és kiemelten ezeket az úgynevezett piceket igyekszünk támogatni, közel 100 alkalommal támogattunk az 5 év alatt, és több 100 millió forint értékben. Lehet arról valamit tudni, hogy külföldön mi az idevágó gyakorlat? Tehát a koraszülöttek ellátásának anyagi, műszaki feltételeit milyen arányban állja mondjuk a kormányzat, vagy az állam, vagy a szakminisztérium, és milyen mértékben jön össze az erre szükséges pénz közadakozásból? Hát én azt hiszem, hogy Magyarországon bizonyos értelemben szereptévesztés van, mert olyan támogatásokat vagyunk kénytelenek igénybe venni, amelyek a mindennapi munkánk elvégzéséhez szükséges eszközöket, technikai hátteret biztosítják.
A nyugati országokban ez lényegesen kisebb arányban szerepel, ott specialitások biztosítására jönnek létre alapítványok, és nem a mindennapi úgymond rutin munka ellátása a szükséges feltételek biztosítására. Ennek a beszélgetésnek van egy közelgő aktualitása, ami pedig az, hogy április 19-én három intézmény, jelesül a gyermekklinika, a szülészeti és nőgyógyászati klinika, valamint a Kerpel Frónius gyermekkórház gazdagodhat életmentő orvosi műszerekkel az önök alapítványának jóvoltából. Miért pont rájuk esett a választás? Mi nyomott alatban az elbírálásnál? Ők voltak a legrászorultabbak, vagy itt folyt az önök szerint legkiemelkedőbb szakmai munka? Az az igazság, hogy mivel már több éves kapcsolatunk van mind a két klinika között, mi időről időre megkérdezzük ezt a klinikától, hogy mire lenne szükségük, és évelején mi már készítünk egy tervezetet, hogy milyen ütemben és mikor melyik kórházat és klinikát fogjuk támogatni. Persze, de nyilván beleszól az is, hogy milyen ütemben jönnek be a pénzek így az alapítványhoz. Komoly segítségről van tehát szó. Mi lesz a gépek sorsa, mikor állhatnak munkába? Lényegében az átadás után, a következő fél órában. Ez azt jelenti, hogy innen kezdve több újszülöttet tudnak ellátni, vagy ugyanannyi mennyiség, tehát ugyanannyi, milyen csúnya szó, vagy újszülött kapcsolati mennyiség, tehát ugyanannyi újszülöttet, csak magasabb színvonalon? Ez utóbbi közelebb áll a valósághoz, az ellátás színvonalát emelik ezek a műszerek, és hadd ragadjuk itt meg az alkalmat, hogy megköszönjük az Inkubátor Alapítványnak nem csak a mostani adományozást, hanem valóban azt a figyelmes nyomonkövetését munkánknak, amelyben ők megelőznek bennünket a kérések megfogalmazásában, és az elmúlt években több millió forint értékű műszert kapott úgy a gyerekklinika, mint a szülészeti klinika az alapítványtól. Az alapítvány indított egy programot a bölcsőhalál megelőzésére, illetve kiküszöbölésére. Ezzel kapcsolatosan, illetve ennek a programnak a keretében önök műszereket adnak ingyen és bérmentve a rászorultak rendelkezésére. Mit lehet erről tudni, és mi az elérhetőség, milyen telefonon lehet érdeklődni a részletekről? Igen, tulajdonképpen mi a magunk módján, ahogy tudunk, próbálunk segíteni. Ez azt jelenti, hogy elsősorban a szociálisan rászorult családoknak, akik ezt a magas bérleti díjat vagy a készülék árát nem tudják kifizetni, használatba adjuk a készüléket arra az időre, amíg ez orvosilag szükséges. És akkor a telefonszám 061-456-3800, de van nekem egy közvetlen mellékem is, mert valójában úgyis hozzám kerülnek ezek a telefonok, 456-3858. Igazából egyetlen feltétele van ennek a dolognak, hogy azt a tanfolyamot, amin megtanítják őket egyrészt a készülék kezelésére, másrészt arra, hogy mi a teendő, ha riaszt a készülék, erről igazolást kell nekünk hozni, hogy elvégezték ezt a tanfolyamot. A Madarász utcai gyermekkórházzal szeretnénk ebben az ügyben szövetkezni, így ők vállalták azt, hogy azokat a szülőket, akiket az Inkubátor Alapítvány odaküld, ingyen is bérmentve oktatják. Természetesen az ebben a beszélgetésben elhangzott legfontosabb telefonszámok a Pécs TV ingyenesen hívható zöld számán bárki számára elérhetőek lesznek. Hölgyeim, uraim, azt hiszem ismét egyik szemünk sír a másik nevet szituációban voltunk, hiszen az állam kivonult egy szférából, de szerencsére a társadalmi szerveződések igyekeznek bepótolni a réseket. Én ehhez a réspótláshoz minél több erőt és sok sikert kívánok mindannyiuknak. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönjük szépen.